Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Négy ok. Négy olyan tényezőt hoztam, amiért szerintem pozitív tényező a szüzesség, mert az adott egyén vonatkozásában fennáll. E 21. századi társadalomban mind a két jelenség szemmel látható, tetten érhető. Tetten érhető mind a két véglet. Megvan a fiatalság azon része, aki túl hamar veszti a szüzességét, és megvan a férfiasságnak az a része, aki túl későn. Egyik sem túl egészséges. Lássuk, hogy miről van szó. Mi az a négy ok, amely az én véleményem szerint pozitív a szüzesség szempontjából. Kezdjük a dolgokat ott, hogy általános iskola 7.-8. osztály, én ott volt egy jó barátom, akivel annó így gondolkodtunk erről a kérdésről. Ha 15 évesen elveszted a szüzességedet, király vagy, azelőtt legózz. Ha 16-17 évesen veszted el a szüzességedet, akkor nem vagy király, de még akkor is jó vagy. De ha 18 év felett nem veszíted el a szüzességedet, akkor gáz vagy. Ezt akkor gondoltuk így. Ennek a faszinak 18 évesen sikerült egyébként elveszteni a szüzességét, de itt vagyok én 21 évesen, 21 és fél évesen, és én még mindig szűz vagyok, tehát az akkori gondolkodásmódunk szerint én gáz vagyok. De ugye, jönnek-mennek az évek, múlnak az idők, és az embernek benő a feje lágya, illetve hát már hát ilyen 20 év körül bennem is úgy ilyen 18 év felett, tehát olyan 20 év körül, főleg mióta egyetemista vagyok, azóta meg én is felismertem, meg ez a haverom is felismerte, meg hát azt gondolom, hogy mindannyian felismerjük azt, hogy a versengés a szüzesség ellen az csak a kamaszkor része. És a szüzesség elvesztése nem arról szól, hogy minél előbb, hogy csak túl lenni rajta, meg minden. Nem erről van szó, hanem amiről szó van, az, hogy az érzelmek a legfontosabbak itt. Az érzelmek. Tehát ennyi bevezető után, ma már tehát, ugye, nem ez a lényeg, hogy minél előbb. Tehát akkor nézzük, hogy miről van szó. Az első ok, amiért szerintem pozitív tényező a szüzesség, az a következő lenne. Két éve beszélgettem egy lányjal. Akkor voltam 19 éves tehát. Azt mondta nekem, hát akkoriban gyakran összeárgattam azzal a lányjal, és azt mondja nekem, hogy tök furcsa, hogy én 19 éves vagyok és szűz, de hozzátette azt is, hogy tök jó nekem, mert hogyha ő tehetné, ő ennyi idősen kezdeni ezt az egészet, mint ahány éves most én vagyok. Ugyanis hozzátette azt, hogy ő megbánta, hogy olyan hamar elvesztette a szüzességét, nem tudom pontosan mikor, szerintem olyan 16 évesen. Tehát itt az első pozitív tényezője a szűz állapotnak, hogyha nem vesztődik el hamar a szüzesség, abban az esetben redukálódik annak az esély, hogy az ember megbánja. Tehát sok ilyen eset van. Hát én nem hiszem, hogy megbántam volna meg ilyesmi, de hallunk ilyen eseteket, hogy aki túl hamar elvesztette, tehát megbánta. Tehát ez az első pozitívum a szüzesség mellett, hogy igen. Tehát, hogy megbánják azok, akik túl hamar elvesztik a szüzességüket. Ugye azt hozzátenném, hogy természetesen én egy készenléti állapotban vagyok. Tehát nem arról van szó, hogy én most itt izé, de egyszerűen ugye senki nem tett róla, se a lányok, se én, de ugye engem visszautasított mindenki eddig életem során. Tehát ez a helyzet, ez csak egy objektív tény, erről senki nem tehet, így alakult. Ezt ugye hozzátenném. Tehát nem arról van szó. De akkor lépjünk tovább. A második pozitív tényező a szüzesség mellett a következő. Ez megint ahhoz kapcsolódik, hogy szerintem, hogyha valaki túl hamar elveszti a szüzességét, és vannak ilyen palaszok, mondjuk 15 évesen elveszti a szüzességét, és utána ugye aktív nemi életet él az évek során folyamatosan, aztán mit tudom én, már a 6.-7. barátnőjénél, olyan 30 évesen, már lehet, hogy arra lesz figyelmes, hogy már nem talál a szexualitásban semmi izgalmat, pedig egy fontos intim közege
a párkapcsolatoknak. És akkor ebből 30 évesen bizony, az nagyon fiatal, hát ilyen problémák lehetnek, hogy tönkre mehet a párkapcsolat, stb. Stb. Ugye kiég, meg a kiégés maga, tehát hogy már nem élvezi a szexualitást, az egy probléma. Az egy probléma. Ugye? Hogy ezt a paradicsomi állapotot, azt nem tudja élvezni. Tehát én azt gondolom, hogy minél később veszti el valaki a szüzességét, ez lenne teltamás, annál később fog kiégni is. Tehát ez is egy pozitív tényező a szüzesség tartogatása mellett tulajdonképpen. Mert a szűz embernek lehet újat mutatni. Tehát úgy van, hogy még ezt a csodálatos intim dolgot, amely azt gondolom, hogy a leg, azt hangsúlyozom, hogy azt gondolom, hogy a legoptimálisabb egy szerelmi kapcsolatban, hogy megtörténjen, ezt még nem tapasztalta meg, még ez is hátra van neki az életben. Mert annyi mindent megtapasztalt már csomó más élvezeti cikket, evés, ivás, akár alkohol, stb. De ezt a, meg mit tudom én, még sok élményen túl van már, de még ezt nem. És még ez hátra van az életben, és ez olyan szép, hogy még ez hátra van az életében, és ez még, ezen még nincs túl, tehát van egy csodálatos dolog még az életben, amiért érdemes élnie. Ugye? Tulajdonképpen. Tehát valami ilyesmi, tehát minél később veszti el az ember a szüzességét, annál később ég ki. Vannak kivételek ugyan, de azért van elég sok panasz, hogyha valaki túl hamar elvesztette, hogy már elég fiatalon ki is van égve, és túl van mindenen, míg az az ember, aki mondjuk elveszti 25 évesen, mert nekem is kb. Mondjuk egy ilyen célom van, hogyha lehet ezt célnak nevezni, de mondom, nem sietek sehova, hogy 25 évesen elveszítsem a szüzességemet. Azzal még úgy nincs. Semmi. Ugye most vagyok 21 fél. És akkor ennyi tulajdonképpen, ugye? És akkor az egy ideális dolog, azt gondolom. Na most, mi van még? A következő dolog az megint, ott arról van szó, tehát a harmadik ok, hogy miért pozitív tényező az, hogyha valaki szűz. Hát a szerelemben. Tehát a két szűz egymásra talál. És mondjuk az első szex ideje eljön. Hát sokan azt mondják, hogy hát ez biztos sok bénázás, meg minden, meg talán a párok is ugyankozza, hogy jaj, de ciki lesz, meg minden. Nem tudom, szerintem egy kis gondolkodásmódra van szükség. Mert azt gondolom, hogy nincs is annál szebb, hogyha két ember, mindkét ember szűz, és szerelmesek lesznek egymásba, és együtt tapasztalják meg azt a fantasztikus intim érzést, hogy szerelemből szexuális kapcsolatot létesíteni, azaz szeretkezni. Tehát egyik fél sincs előrébb. Az nem baj. Itt nem erről szól, itt az érzelmeknek van hangsúlya, azt gondolom. És nincs is annál szebb, meg nincs ilyen, hogy bénázás, mert hogyha igazán ilyenkor derül ki, azt gondolom, hogy van-e igaz szerelem. Hogyha van igaz szerelem, akkor az működni fog, mert érzelem, mert igaz érzelmek, azok vezérlik a folyamatot, az igaz érzelmek. Itt nem arról van szó, hogy bénázás meg minden, olyan esetben persze lehet bénázás, hogyha ez nem szerelemből történne meg az első szexuális együttlét, és mindkét ember szűz lenne, ugye? Ott inkább tetten érhető a bénázás, persze kivételek mindenhol vannak, és lesznek is, mert ilyen a világ. De adott esetben, hogyha tényleg szerelemről van szó, én nem gondolom azt, persze nem egy nagy izé lesz, tehát nem valószínű, hogy túl... Tehát van még mit fejlődni nyilván azoknak is, de nem gondolnám azt, hogy ez egy olyan nagy probléma lenne, meg ciki lenne, hát mindannyian tudjuk, hogy ugye mind a ketten szüzek vagyunk ott abban az esetben, és ezt át is kell beszélni, meg át is kell rágni magunkat ezen, hogy tehát ha például ilyen szituációban lennék, én mondom, hogy azt mondom barátnőnek is, meg minden, meg valószínűleg ő is ezt megértené, meg én is, hogy hát nyilván, hát ezt tudjuk, hogy semmi probléma nem lesz, meg nem hajt a totár, lehet, hogy az első együttlét az nem is lesz, nem is fog olyan, tehát lehet, hogy csak egy puszta orális szexről lesz szó. Semmi probléma. Mert nem hajt a totár, nincs, nem sietett senki, tehát itt mennek a folyamatok szépen sorjában, de nem gondolom azt, hogyha az igaz érzelmekről van szó, akkor nem gondolom azt, hogy
itt probléma és bénázás lehetne, mert én azt gondolom, nincs is annál szebb, hogyha két szűz ember egymásra talál, és ugyanabban az időpontban, ugyanabban a helyen, ugyanúgy elvesztik a szüzességüket. Szerintem az egy szép dolog. Tehát ez egy szép dolog, hogy még egyikük sem tapasztalta meg, és ketten együtt megtapasztalhatják, mindketten először tapasztalhatnak meg valami különös új intim élményt. Jó, akkor még valamit hozzá szeretnék fűzni a dologhoz, amely a szüzességnek pozitívuma. A következő, az utolsó, amit hozzá szeretnék fűzni, az pedig az lenne, hogy amíg az ember szűz, addig nem kell számolnia bizonyos felelősséggel. Ugye ez kétségtelen az, hogy a szex intézménye az felelősséggel is jár. Természetesen itt ugye arra gondolok, hogy gondolni kell a dolgokra, tehát védekezni kell, de ezek a dolgok, tehát hozzá kéne tenni, hogy bármilyen biztonságosan is végezzük a szexuális tevékenységet, megvan mindig a veszélye. Ezt hozzá kell tenni. És hogyha valaki mondjuk túl fiatalon csinálja, akkor lehet, hogy túl felületes a tudása ezzel kapcsolatban. Tehát én azt mondanám, és ráadásul most mindjárt lesz egy-két kisebb negatív példák, tehát addig nincs felség, mert amíg ugye valaki szűz, ugye általánosságban az a helyzet, hogy addig ugye önkielégítést végez, és annak különösebb problémája nem lehet. Függőséget ugyan okozhat, az probléma, de egészséges esetben kordában tudja magát tartani úgy az ember, hogy itt normális keretek között működjön, és viszont ott nincsen probléma, ugye az ember kezet mos, és az önkielégítés végzésének különösebb probléma nincs. De a szex esetében mindig ott van a kockázat. Akkor is, hogyha a legbiztonságosabban csinálja az ember. Ugye korábban a teremtőnek ugye az volt a gondolata, hogy a szexuális intézmény az egy gyerekvállalás, meg az egyháznak is, meg minden. És ugye hiába, és ugye létrejöttek az óvszerek, meg minden. Na de most én hallottam olyan sztorikat, hogy a természet erősebb. Ugye? Tehát volt egy olyan eset, hogy a lány fogamzásgátot szedett, és óvszer nélkül végeztek szexuális tevékenységet a barátjával, és bizony terhes lett a nő, pedig fogamzásgátlót szedett. Tehát van ilyen, hogy a természet erősebb. Tehát ez is egy pozitívum a szüzesség mellett, hogy ugye amíg az ember szűz, akkor nem kell ilyen kellemetlen szituációkban szembesülni, és ráadásul a gyerekvállalás az egy elég komoly, és két ember kölcsös felelős döntése kell, hogy legyen, és az ilyen szituációk azok nagyon kellemetlenek tudnak lenni. Tehát akkor a másik dolog pedig az lenne, hogy ugye a nemi betegségek, erre ugye megvan a megoldás, a monogám párkapcsolat, de azért ennek a veszélye is fennáll, ugye. Még ha óvszerrel történik, és gondoljunk csak egy kalandra, hogyha nem ismerjük az illető szemét, akivel a szexuális kapcsolat történik, akkor is ugye ki tudja, bármit el lehet kapni, kisebb fertőzésektől kezdve a nagyobb fertőzésekig, de amíg az ember szűz, és csak önkielégítést végez mondjuk, addig, tehát nincsenek ilyen problémák, és ilyen felelősségi problémák, és ilyen fertőzésekkel kapcsolatos esetleges problémák. Szóval hozzáteszem, ezek a szűzállapotnak a pozitívum, a szüzességnek a pozitívum, nagyjából az én véleményem szerint, hozzá kell azt tenni, hogy akkor nem szabad átesni a lónak a túlsó oldalára sem. Tehát az sem megoldás, hogy ugye valaki mondjuk ettől nagyon fél, hogy például attól, hogy szexről van szó, és akkor mindig attól fél, hogy júj, nehogy terhes legyen a lány, pedig védekezés van minden. Az sem egészséges, ha mindig ettől tartunk meg. Félünk persze, nem egészséges. Tudni kell kerteket, de ez most arról szólt, hogy a szüzesség pozitívumai. Hát nagyjából ilyesmiről szólt most ez a történet. Tehát azt gondolom, hogy ezek a szüzességnek a pozitívumai, de azt is gondolom, hogy természetesen persze mindenek megvan a kockázata,
Hát szép dolog ez, de megvan a kockázata a szexnek. Tehát mindig szépen meg kell gondolni, hogy kivel, mit, hogyan, milyen keretek között, mikor. Partner megválogatása is fontos. Mert mondjuk a nemi betegségek azok nem játszanak egy monogám párkapcsolatban, illetve nem feltétlenül, bár ki tudja, mert ki tudja az ő előző kapcsolataiban ugye mi volt, ezért a legoptimás, ezért is azon a legoptimálisabb, hogyha valaki szűz, hogy egy szűz ember találjon, és mondjuk egy életen át, szerelemben, boldogságban. Az mondjuk egy megoldás. És akkor ott már csak az a probléma játszana, hogy esetleg nem kívánt terhesség, ugye? Mert sajnos néha az is beüthet kellemetlenül. Még ha legbiztonságosabban védekezünk, akkor is a szexnek van kockázata. És ezt nyilván nem azért mondom, de ez a helyzet. Én most csak így összeszedtem ezek a szüzességnek, tehát a pozitívumai. Tehát nem kell semmi, sehova sietni, nem kell sehova kapkodni, fontos az érzelem, fontos, hogy megérjünk rá, fontos a szerelem, azt gondolom, és akkor ezek megvannak, akkor is persze megvan a veszélye a dolgoknak, de így optimális. Sziasztok, köszönöm a figyelmet!